Ez a webáruházban megvásárolható mosógép 95 ezer forintba kerül, míg ehhez a másikhoz, ami ruhaszárítására is alkalmas, 270 ezer forintért juthat hozzá a vásárló. A január 1-től életbe lépett jogszabályváltozás értelmében a két termék két külön kategóriába tartozik. A 10 ezer és a 100 ezer forint között megvehető árukhoz egy év jótállás tartozik. A 100 ezer és 250 ezer forint közötti termékek kettő, míg azok, amik drágábbak, mint 250 ezer forint, három év jótállást kapnak. Korábban minden termékre az árától függetlenül egy év volt kötelező. Nem csak ezek a szabályok változtak idén januártól, a javítással kapcsolatos határidők is egyértelműbbé váltak. Ha a termék első alkalommal meghibásodik, és a szerviz megállapítja, hogy nem javítható, a kereskedő 8 napon belül köteles kicserélni azt, vagy visszafizetni az árát. Ha a javítás a 15 napot is meghaladja, akkor tájékoztatni kell a vevőt a szerviz időtartamáról. Ha pedig a cég egy árut nem tud megszerelni 30 napon belül, akkor ki kell cserélnie egy másikra. Ha erre nincs mód, 8 napon belül vissza kell adnia az árát a vevőnek. Ha háromszori javítás után ismételten minőségi hibás lesz a termék, akkor szintén cserélni kell a terméket, vagy a vételárat visszafizetni 8 napon belül a fogyasztó részére. A jótállási határidőben nem számít bele az az időszak, amíg a fogyasztó nem tudja rendeltetésszerűen használni a terméket. Tehát a szerviz nem számít bele a jótállási időtartamba. Az is újdonság, hogy a vevőnek a jótállás érvényesítéséhez nem kell a csomagolást megőriznie. Beke Erzsébet azt mondja, a törvényváltozás célja a fogyasztók kiszolgáltatottságának csökkentése volt. A fogyasztói jogok erősítése volt a jogalkotói szándék, valamint a kiszolgáltatottságuknak a csökkentése, a fogyasztók kiszolgáltatottságának a csökkentése, és egyértelmű jogalkotói szándék az, hogy a fenntarthatóság javuljon, mivel a gyártókat arra próbálják ezekkel a szabályokkal ösztönözni, hogy sokkal jobb minőségű termékeket gyártsanak. A Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és a Békéltető Testülethez érkező bejelentések közel fele a jótállás témakörét érinti. Az ellenőrzések során a hatóság megállapította, hogy a cégek 40%-a volt jogsértő a jótállás terén, így a jogszabályváltozásokra a fogyasztók jogainak hatékonyabb védelme érdekében került sor.